Üdv mindenkinek, Laloszkettő 90 vagyok, és itt adtuk abba, ha minden igaz. Hogy ne, persze. Hogy ezt mi csináljak vele? Hova kéne? Mindegy, rakjuk le. Most lent van. Most boldog vagyok. Most mire megyek vele? Oké, szóval ennek át kéne szakadnia. Mármint feltételezem, hogy nekem oda le kell jutnom. És... Oké, zúzzuk át az üveget, én azt mondom. Mert jobb ötletem most jelenleg nincs. Mindjárt meg kitalálom, hogy hogyan zúzzuk át az üveget. Nem tudom. Micos, hogy a zöld kockát kell valahogy úgy juttatni, hogy az jó legyen. Igen, ő nem, de forgatható. Nem tudom. Pont nem vonalban van. Sehogy sincs vonalban igazából. Bírom. Oké, figyeljetek ide. Improzzunk. Mégpedig úgy, hogy odarakok olyat. Akkor ezt kiviszi odáig. Jéj. Csak az még mindig nem elég. De most ide rakhatok pirost, és akkor még beljebb megy, nem? Nem, ez háromszintes. Jó, akkor mi lenne, hogyha odaraknám a pirost? És a másik oldalra meg a kéket, majd szépen ráforgatnám. Gyere ide! Mert ez így most szépen megállítaná. A zöldöt pedig respawnolom. Hát ja, oda kéne. Jó, akkor először ide. Csak most elcsesztem, mert hamar csak össz! Hát végül is, hogyha most odarakom a pirost, akkor azzal meg lehet csinálni, mert kitolom még kettőt, hármat, utána a sárgát odarakom, és az meg kilöki. Ahogy nem! Isten igazából. Ha most úgy mégiscsak benézem. Indítsuk újra, van egy ötletem. Szóval a zöldet lerakom ide. A pirosat lerakom oda. A lilát lerakom ide. A lilán pörgetek kettőt. Nem is, először csak egyet. Így. Most pörgetek egyet a lilán. Ezt kiebb tolom egyel, ezt visszahúzom egyel. Így. Utána odarakom a sárgát. Odarakom a kéket. Így. És ez föllöki. Csak ezt nekem itt kell lejátszanom? Ennyi az ösztendőm? Rendben van, menni fog. Nagyon jó! Wow! Wow! Bugol! Nyomd le még miért? Nem, ne nyomd le. Ne nyomd le, mert még a végén kifagysz nekem így is, úgy is. Na! Már közeledünk a végéhez, úgy döntöttem, most már tényleg ledaráljuk ebben a részben az egészet. Szerintem már úgy sincs sok hátra. Úgyhogy kíváncsian várom a szinapszis végét. I'm running out of power. If you don't believe me now, this may be your last chance. She's lying. That's how people lie, with lots of little details. They tell you about a date, a time, a name. It makes it seem real, but it's not real.
Christ! We're probably in the same goddamn box. I'm gonna bang on the wall. Listen. What? I don't know if you can hear me banging, but you have to believe what I'm saying. Wait. Oh my God. The name they told you, Jonathan Burns, it's not a name, it's a threat. You're Jonathan, and they're going to burn you. Jesus Christ, they're gonna make you walk right into the incinerator. Oh, God. I'm losing signal. Wow. Don't listen to her. Ez azért egy kicsit most kicsit primitív volt a Jonathan Burns, you're Jonathan and you're gonna burn. Mert ez ilyen hülyeség, ez egy ilyen összesküvésem, mert mi az Isten? Mi értelme volt ennek a teremnek? Biztos hűtés, nem tudom, nem értek az érjentek, nem. Biztos ez is hűtés. De jó. Hát ez hihetetlen amúgy. Geci jól néz ki, hozzáteszem. Csak nem értem a terem lényegét, mert nincs lényege. Wow. FPS droppom van, mert nem bírja ki a rendszer. Azért ez aztán már mondjuk kell script tudás, főleg, hogyha nem teljesen scriptelve van, hanem maga a becsúszás és ilyesmi a fizikára van bízva. Tehát te csak kiszámoltad programozásnál, hogy csúszanak és merre. De a maradékot a játék végzi. Wow, tűz! Persze, a világűrben. Hogy ne. Mondjuk itt benn van oxigén, nem azt mondom. De a tűzhöz meg kell oxigén. Oh God. You need to get out of there right now! The whole thing is coming apart. There's an escape shuttle dead ahead. Okay, tudom. Get in and go. Yo. No, it's not a shuttle. It's a coffin, and they want you to launch yourself into the incinerator. You knew the second you woke up here. I know you knew it. Our fingers are crossed behind our back. Mire pitanem? No, don't listen to him. He's crazy. He's lying. I don't know. Get in the shuttle. Wow. No? They're trying to jam my signal. Don't listen to her. És mi van, ha nem megyek be? Please, I don't want you to die. That's the only thing they want. I'm moving out of range. Please go. Do you think it's a coincidence there are no windows to prove you're in outer space? They already buried you. Don't kill yourself for them too. Bassza. Maradok. Úgy döntöttem. Lehet, hogy nem ad választási lehetőséget a játék. Lehet, hogy így is úgyis be kell szállnom. Mert nem tudok itt maradni életem végéig. Hát azért kibírunk még itt a robbanásba egy pár percet, nem? Nope! Nothing happens. Semmi az ég egyet a világon. Into the shuttle we go! Igen, emberre lett tervezve. Janus. Keep going. You're a hero. The president is on the line waiting to talk to you. The president's not down there. No one's down there. Wow. No. No. What the hell are you doing? Stop it. Get out. For God's sake, get out. We're all waiting for you. Everyone's waiting for you. The whole planet, your wife's there. Your entire life is waiting for you at the end. Jeez. They're gonna burn you alive. You can still stop it. Rip out the wires. Please don't leave me. Please don't leave me. Don't leave. Wow. Tessék, a világűrbe vagyunk. Ott van a Föld. Ugye? Az jó. Oké. This is Mission Control. Damn, it's good to see you. We have someone special on the line for you. It's me. Oh my gosh, you're okay. I knew you would do it. I knew you would, but just come home now, okay? Please, just come home. Here's something I never thought I'd say. The president wants to talk to you. Go ahead, sir. Well, thank you just doesn't quite cut it, does it? You haven't just saved the lives of every person on this planet.
You found a life we thought was lost forever. Captain Jonathan Burns of Shuttle 919. And Captain Burns, now we know you're out there. We will not rest until we bring you home, no matter what. I assure you, you are found. As for you, you may have had your doubts through all this, but you persevered. In life, we don't get proof until it's done. That's how humanity achieves great things. By having faith in the possibility of good. Azért a reménykedés nem mindegy. Hát nektek volt igazatok. Én személy szerint a Pali mellett voltam. Bent a kockában. Nem a nő mellett, mert nem gondoltam volna, hogy igaza van, de igaza lett. Nektek volt igazatok, és érdekes vége van, csak egy kicsit logikátlan számomra. Érdekes, anyám. De én mindig nem értem, hogy ez hogy kerülhetett ide ki, ki építette, minek, etc. etc. Legyen. Megcsináltuk. Most már másodszor. Azért így kontextussal egyre szebb volt a játék, úgyhogy mégis nem bántam meg, hogy újra kijátszottuk, csak... Hát ja, szerintem egy picit így logikátlan volt maga az egész történet. Hogyha csak azt nézitek, hogy három főszereplőt kaptunk, és az egyik szótlan, a másik kettő közül pedig neked kellett választanod, aminek igazából nem volt lényege, mert a végére egyáltalán nem kaptál semmilyen választási lehetőséget, hogy most ki mellett döntesz. Én még annyit biztos csináltam volna a játékkal, hogy írok bele egy másik alternatív endinget, amivel a csávó mellett maradsz, találkozol vele, és akkor ott vagytok, bennmaradtok, etc., amit tudom én. Ez így nekem vérszegény volt, és nagyon, tehát azon kívül, hogy hozzáadtak szinkront, meg történetet, azon kívül az első résztől nem tér el semennyiben. A tesztek ugyanazok, úgyhogy, ja. Viszont szerintem jó játék volt, úgyhogy nem bántam meg tényleg, hogy még egyszer kivittük, úgyhogy a csatornán most kétszer van fönn, gyakorlatilag majd, hogy nem ugyanaz a játék, csak az egyikben van szinkrohang is. Hát és nektek megköszönöm szépen, hogyha végigkövettétek velem az egész játékot, vagy megnéztétek akár csak ezt az egy részt, ha már csak a végére voltatok kíváncsi. Én élveztem a játékot, remélem, hogy találni fogunk még hasonló szépségeket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztetek, következő részben folytatjuk egy másik játékkal. Sziasztok!